Most aláírtuk a szerződést. Ez azt jelenti, hogy mától számítva 15 hónap múlva át kell adni készen a stadiont, úgyhogy már a használatbevételi engedéllyel is rendelkezünk. Minden forint, amit a sportba fektetünk, létesítményekbe, utánpótlás nevelésbe, az mind a jövőről szól. Az építkezésről, az alkotó munkáról, tehát ezért partner ebben a kormány, ezért van erre kormánygarancia, illetve hát kiemelt beruházásnak nyilvánította a magyar kormány a nagyerdei stadion rekonstrukciós tevékenységet. Egy ilyen pillér több mint 20 tonna, ezért ennek az elhelyezése különleges gondot és körültekintést igényel, mert nem elég ugye beemelni, behelyezni, az halál pontosan be kell szintezni, illetve a helyére kell kerüljön, utána pedig a kollégák mérik két irányból teodolittal, hogy a függőleges legyen a pillér. Minden háttere, mind anyagi, mind engedélyezési, tervezői, kivitelezői eljárás szempontjából minden a helyén van az alapkővel együtt. Alapkövet általában a beruházások kezdetekor szoktak letenni. Mi itt szándékosan azt mondtuk, hogy már álljon a stadion kontúr nagyjából. Letettük az alapkövet, az építkezés gőzerővel folyik, és hát már bontakozik ki az a stadion, ami nyugodtan mondhatom, Európa egyik legkorszerű stadionja lesz. Az egész sor az, amelyik a tetőszerkezetet tartja, erre kerülnek rá a tetőszerkezetnek a fő oszlopai, ami tulajdonképpen ezt a libikóka rendszerű tetőnek az összterhelését hordja. Ezek a pillérek ezért egy kicsit robosztusabbak, mint a többiek nagyobbak. A többi pillér kisebb lesz, illetve a homlokzat mentén körbe, ott végig körkeresztmetszetű pillérek lesznek, azok pedig horgonyozzák le a tetőt, hogy ne billenjen be középre. Jelentős szakmai kihívás, hisz sem a mi praxisunkban, sem magyarországi jelentős építőipari vállalatok gyakorlatában nem fordult még elő, hogy ilyen léptékű stadiont építhetett volna, hisz az elmúlt évtizedekben Magyarországon jelentős nagyságrendű sportstadion nem épült. Amellett nyilvánvalóan egy újabb kihívás a 15 hónapos átfutási idő, hisz az a munkamennyiség, amit el kell végezni normál körülmények között, nem 15 hónapra való. Örülök, vidám látvány, mégiscsak egy régi terv és ígéret válik itt valóra egyszerre, és az ember örül annak, hogyha teljesíteni tudja azt, amit ígért, illetve vállalt. Másfelől azt látom, hogy akik dolgoznak itt, örömmel dolgoznak, tehát ahogy magyarázták nekem, abból azt tűnt ki, hogy szeretik, amit csinálnak. És az a mai világban sokat ér, ha az ember olyan munkát csinálhat, ami egyébként örömet okoz neki, és úgy látom, hogy a debreceniekkel így áll a helyzet. Feszített vasbeton szerkezet, amelyik sokkal rugalmasabb és sokkal nagyobb teherbírású, viszont jelentős előnye az, hogy karcsúbb, vékonyabb szerkezet és kisebb önsúlyú, tehát sokkal kisebb teher átadás jelentkezik az alaptestekre, a gerendákra, kevésebb terhet jelent és kevesebb anyagbeépítést, viszont műszakilag azonos vagy jobb minőségért biztosít. Élettartamban pedig ugyanazt tudja, vagy talán még többet is, mint a vasbeton szerkezetek. Önsúlyánál fogva 4-5 fölémet is tart, van ahol 4-et, természetesen az épület jellegéből adódóan.
és ez a négy fölém súlya, meg a pillérnek a súlya, meg a pillérnek a feszítő ereje tart ellent ennek a hatalmas nagy erőnek, amely jelentkezik a teherátadásnál, illetve a tetőszerkezetnél a ponyvánál. Ez egy olyan teflon bevonatú üvegszálból készült membrán, ami belül egy nagyon jó fényelteresztő képességgel rendelkezik, kívül pedig a teflon bevonat nagyon jó éghetőségi és nagyon jó élettartam körülményeket teremt neki. Ez olyan 30-40 éves élettartamot lehetett az anyagtól elvárni. Most már valóban látszik a stadionnak az aréna jellege, valóban látszik az a különleges szerkesztés, ami lehetővé teszi, hogy teljesen zárt legyen a stadion, és hát akinek csak egy pici fantáziája van, és mondjuk a tegnap esti meccset ide rávetíti a stadionra, akkor gondolhatja, hogy fantasztikus eseményeket fogunk még itt látni a negyedei stadionban. Közelítjük az 50%-os készültségi fokot, a stadion fejlesztés azon ütemesen, ütem szerint halad. Ugye már, ahogy látható itt mögöttem, a pályaépítés is elkezdődött a kitűzéssel és a felső réteg eltávolításával. Most csatlakozunk Európához a labdarúgás terén. Ez a stadion, ez a létesítmény, illetve a pallagi edzőcentrum szükséges volt ahhoz, hogy komolyan célként tűztessük ki az Európa labdarúgáshoz való csatlakozásunkat. Én azt gondolom, most már csak rajtunk, a játékosokon és a labdarúgó szakembereken múlik, hogy Európa középmezőnyéhez csatlakozzunk. Az első elképzelés az a fák lombkoronája között levegő meccsidőben lampionként úszó fehér épület volt, és látva ezt a fényerőt, ismerve a borítás tulajdonságait, ami 40%-ban átereszti a fényt, ez valóban be fog következni. Tehát én úgy érzem, hogy közel vagyunk ahhoz a célhoz, ami egy vázlathüzetben megszületett, hogy ez a stadion tényleg lebegni fog a fák között, egyedi lesz. A stadion építkezése jelen pillanatban 85%-os készültségi fokot meghaladja, tehát minimális a hátralévő 15% az, amit gyakorlatilag az április 28-ai átadási határidőt a kivitelezőnek teljesítenie kell. Székek felszerelése kezdődött el, a tőcsavarok már bent vannak, igazából ahogy jönnek a székek, azokat kell felszerelni, napi 2-3 kamionnyi szék jön. Egyelőre a fehérek jöttek, de alapvetően a stadion majd piros lesz, tehát sokkal több piros szék lesz, mint fehér, és természetesen a Loki piros-fehér színében fog játszani.
most megvalósult, az egy olyan különleges építészeti megoldás, amit akkor ott 2012 nyarán nem is nagyon tudtuk fölfogni. Végső soron én úgy hiszem, hogy helyesen döntöttük azt, hogy mi ebbe a közbeszerzési eljárásba elindultunk, és úgy gondolom, hogy a végeredménye is az lesz, tehát örömmel tölti el az embert ilyenkor már. Sok-sok vizualizációt készítettünk az elmúlt időszakban a stadionról, éjszakai világítással, nappali képben és belső-külső képeket. Váratlan volt számomra is, hogy a légifotók teljesen visszaigazolták. A kollégák az irodában azon viccelődtek, hogy talán a mi képeinket használják légifotógyanán, de nem. Tehát hála az égnek, a stadion teljesen ugyanazt a látványt hozza 27 hónap munka után, mint amit megálmodtunk ezelőtt. A 2013. január 29-én mozdultak meg először a munkagépek a nagy erdőn. Február 4-én már csak a főlelátó állt, az sem sokáig. A munkagépek néhány nap alatt a földdel tették egyenlővé a sok nagy csatát megélt nagyerdei stadiont, mely közel 60 éven át 1934-től 1993-ig adott otthont a DVSC-nek, illetve a korai években még a Bocskai FC-nek. A folyamat végére már csak a lomeltakarítás maradt. 80 évig állt a nagyerdei stadion, 2014. februárjában azonban eltűnt a föld színéről. Csak az északi kapu oszlopait hagyták meg mementónak. 2013. március 25-én így nézett ki az építési terület. Alig egy hónap telt el a régi stadion lebontása óta, már is körvonalazódik az új. A talajmunkát követően az első tartópilléreket kellett a helyükre rakni. 500-nál több ilyen pillér van, és összesen a pilléreknek az oszlopok száma együtt 600 körüli. A hatalmas, körkeresztmetszetű tartópillérek alkotják az új stadion vázát. A legnagyobbak 24 méter magasak.
felállításuk közel sem egyszerű munka. Ekkora méretnél már az is komplikált dolog, hogy leellenőrizzék, valóban függőlegesen áll-e az oszlop. Egy ilyen pillér több mint 20 tonna, ezért ennek az elhelyezése különleges gondot és körültekintést igényel. Nézzék meg, most tesszük le az alapkövet, de már állnak oszlopuk tartó pillérek, egy olyan beruházás, amely példaértékű és bizonyíték arra is, hogy gyorsan és jó minőségben el lehet végezni egy ilyen munkát. Az alapkőletétel önmagában is különleges esemény volt, hiszen nem a beruházás legelején tartották. Április 5-én már a tartópillérek zöme állt. Ez egy áprilisi beszámoló arról, hogy az alapkőletételig mi mindent végeztünk el. A napló mai száma pont beszámol arról, hogy megvertük önmagunkat Pápán 1-0. És végül, de nem utolsó sorban, a bajnoki címvédő alig egy hónappal az alapkőletétel után már valóban látványos volt az előrehaladás az építkezésen. 2013. április 26-ára a tartószerkezet és a lelátóváza is elkészült. Ekkor 87 napja tartott a munka. Illusztris vendég érkezett az építési területre, Magyarország miniszterelnöke. Erre állítják az asások, ez a hódmezás egy cég, hogy ez világújdonság, mert ezt a technológiát előfeszített, szálerősített beton, ezt még nem használták sehol. Orbán Viktor személyesen nézte meg, hogyan halad annak a stadionnak az építkezése, amelyet ő ígért meg a debrecenieknek 2009. augusztusában, mikor a DVSC-tevő a Levszki Szófiát oda-vissza verve bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. A körvonalazódó stadion lelátóin ülve újabb és újabb ötletek születtek a majdani üzemeltetéssel kapcsolatban. Ilyen egyenkajákat csinálunk, debreceni páros, meg egy-két ilyen inkább nagy élet leszik. Nagy élet leszik. Lángos sör, és említettem a fiúknak, hogy szeretnénk, hogyha az országban először itt lehetne árulni palackozott fröccsöt. Igen, ezt benne említettem vagyok. Neked. Június közepén már kezdett testet ölteni az új aréna. Alig 4 hónap alatt hatalmas betonoszlopok nőttek ki a földből, a vászszerkezet szinte teljesen körbeért, és a főlelátó szintjei is kezdtek kivontakozni. Több egyedi építészeti megoldást is alkalmaztak a Nagyerdei stadion kivitelezésénél, ilyen például az oszlopok és a gerendák kapcsolása. Az úgynevezett rejtett konzolos, zsebes megoldás láthatatlanná teszi a kötéseket, és így esztétikusabbá az épületet. Ez egy előremutató technológia. A lelátó elemek aránylag karcsú szerkezetűek, és úgynevezett műanyagszál erősítésű, szálfeszített betonból készülnek. A próbaterhelés azt igazolta, hogy a feszített 7 méter 50 centiméter fesztávolságú lelátóelemek teherbírása majdnem kétszerese az előírt teherbírásnak. Az építkezés hihetetlen ütemben zajlott. 2013. júliusában, tehát alig fél évvel azután, hogy elkezdték a régi stadion bontását, már az új aréna tetőszerkezetét építették az alacsonyabbik lelátó fölött. A fehérre festett acél tetőszerkezet kialakítása önmagában véve is különleges, a borítása azonban még egyedibb. A kivitelező cég természetesen magyar, a győri Graboplan Kft. Készíti a különleges teflonnal borított üvegszálból készült membránt, mely ellenáll az időnek és a szennyeződésnek is. Augusztusban már a főlelátó tetőszerkezetét építették. A 38 méter fesztávolságú acélelemek helyreillesztése darabonként több mint 2 óra hosszáig tartott.
A Nagy Erdei stadion 2013. augusztus 26-án érte el a legmagasabb pontját, ekkor tartották a Bokréta-avató ünnepséget. Külön büszkék vagyunk arra, hogy ez abszolút magyar szellemi termék, és abszolút a magyar építő munkásoknak az ügyességét kicséri. 2013. szeptemberében egymást érték a toronydaruk a stadionban, a tetőszerkezet építése hihetetlen ütemben haladt. Szeptember végén a pálya alsó alaprétegrendjét is elkezdték kialakítani. A játéktér középről kifelé lejt, így gyorsabban elvezeti majd a csapadékot. Az alaprétegre kerül majd a vízelvezető csőrendszer, az elektromos fűtés és a gyepszőnyeg altalaja is. Két hónappal később, 2013. novemberében már a játéktér gyepszőnyegezése is elkezdődött. A fű a postagról egy Bács-Kiskun megyei gyeptermesztő farmról érkezett. A gyepszőnyeg különlegessége, hogy a gyephordó rétegbe műszál van keverve. A fűgyökere belekapaszkodik a műszálakba, és így jóval tartósabb, nagyobb a teherbíró képessége. Ezt egy sajtótájékoztató keretében azonnal le is tesztelték. November végére elkészült a tetőszerkezet, jelentős részén már a speciális membránborítást is felszerelték, a gyepszőnyeg kitűnően viselte a telepítést. Időközben a stadion külseje is egyre épült, szépült. December közepére a vakolás befejeződött, az üvegfelületek a helyükre kerültek, és a levegőben vezetett járda körbeért. Elkezdték a külső borítás kialakítását. Két daru egyszerre emelte a helyére az 52 méter hosszú, különlegesen hajlított és egyben csavart elemet. Ilyen acélrudak sokasága öleli majd körül a stadiont, és ezekre erősítik ugyanazt a membránt, ami a tetőszerkezetet is fedi. Időközben az épületen belül is zajlott a munka. A fűtést építették ki leghamarabb, hogy a kiszolgáló helyiségek festését, burkolását végző szakemberek tudjanak dolgozni. Ez időtájt 80-100 munkás dolgozott egyszerre az építkezésen. január 26-án borult először fénybe az új Nagy Erdei stadion. A télen elvégzett kemény munkának meglett az eredménye. Ekkor már 80%-os készültségnél járt a kivitelező Hajrá Debrecen konzorcium. Alig egy hónappal később megérkeztek az első székek a stadionba. Sok német arénában lehet hasonlókat találni. UV-állóak, vandálbiztosak, könnyen tisztán tarthatók, ráadásul egy magyar, pápai székhelyű cég gyártja őket. A stadionban 20.300 szék lesz, de nem mindenütt ilyen szék lesz, ez az átlag szék. Ugyanis a B-középbe és a vendégszektorban fémszékek lesznek, nem műanyagok, amelyek jó vastagabb bíróbbak. Március végére az összes szék a helyére került. Alig egy hónap alatt 20.300-at szereltek fel. 2014. áprilisára gyakorlatilag elkészült a Nagy Erdei stadion. A bontás kezdete óta mindössze 15 hónap telt el. Ennyi idő alatt készült el Magyarország legmodernebb stadionja.
Tero Aivinen az UEFA finn stadion ellenőre nem nézte edzőpályának az Olá Gábor utcai stadiont, bár erre volt már korábban példa. Igaz, az is lehet, hogy az csak egy városi legenda. Az új stadion látványterveit látva viszont pont a finn szakember mondta azt, hogy legendássá válhat. I think that it's going to be very nice, first of all, this park, this forest is very nice area for the stadium. It's like I thought that it's like a Robin Hood stadium, middle of the forest. Az építkezés tulajdonképpen a bontással kezdődött. Az valahol természetes, hogy a debreceni labdarúgás legendás alakjain ekkor eluralkodott a nosztalgia. Először a nosztalgia jut az ember eszébe, hiszen én gyerekként a debreceni sportiskába itt kezdtem el focizni, és ez volt a bázisunk. Majd később a DVSZ-be, nagy csapatban 76-ban, amikor volt az bajnoki mérkőzéseket játszottunk. És hát később edzőként is dolgoztam ezen a pályán. 88-ban ide jártam, itt játszottak az első serdő, illetve ifjú meccseket, meg szegény Sizsócsolvá edzőség alatt, úgyhogy az nem most volt 25 évvel ezelőtt, és tényleg valóban itt játszottam az első sportiskolai tét meccsemet, úgyhogy a felnőtt csapatban már a Vágyúr utcán voltunk, de a serdülő, illetve az ifjú meccseket itt játszottuk még, úgyhogy tényleg nagyon nagy dolog lenne még játszani, de azért nekem azért erős kétségeim vannak ezzel. Aztán elkezdődött az építkezés. 15 hónap kemény munka után a régi nagyerdei stadion helyén felépült az új. Elhiszem, hogy lesz stadion, remélem, hogy idővel lesz stadion is. De azért még így is azt mondom, hogy most Pernár Csabival nézegettük azért a skyboxokat is, hogy fognak kinézni, mert lehet, hogy több időt fogok én a életemből teltődni, mint a futballpályán. December 2013-ében néhány kiváltságos helyzetben lévő debreceni labdarúgó már focizhatott a Nagyerdei stadionban. A brazíliai világbajnokságra tervezett labdát próbálták ki az új gyepszőnyegen. Rájuk nem vonatkozott a 100 000 forintos bírság, egyébként ennyibe került volna, ha valaki rálép a félkész pályára. Azért érdekes, mert mindenféle időjárási körülmények között is rendkívül jól kezelhető, akár vizes a pálya, akár száraz. Ugyanúgy viselkedik, a röppályája is egyenletes, úgyhogy azt mondom, hogy szinte már hasonlít a tökéleteshez. A labdát a csapat fő támogatója gyártja. A cég megkérte a Lokit, hogy a játékosai próbálják ki és véleményezzék. Olyan személyek tesztelték, mint Lionel Messi, a Bayern München játékosai, a nagy csapatok, a Milán, a Paris Saint-Germain játékosai, és azoknak a véleménye alapján alakították ki. Az építkezés közben és a végén is sokan kilátogattak a Nagyerdei stadionba. A Loki focisulés gyerekek az elsők között nézhették meg belülről is az arénát. Hiába na, mégiscsak neki épült. Nagyon szép a fű, meg jó magas a stadion. Nagyon szép, meg magas, jó, nagy, meg nagyon szép, tehát Debrecenben ilyen építmény még nincsen. Nekem nagyon tetszett, nem sokára úgy látom kész lesz. Alig várom már, hogy kész legyen, mert a színek is szép lesznek. Európa legszebb stadionja. Tetszik az egész, ha valamit ki kell emelni, akkor a másikhoz képest a fejlődés. Tehát az, hogy egy kis falépcsőkön, itt pedig tényleg egy Európa szintű stadionban léphetek be.
Szurkolni fogsz-e majd ide kijárni? Hát megbeszéltük a papámmal, hogy mindenképp az első meccsre kijövünk. Hát nem tudom, hogy még biztos fogok még itt sokat lenni. Nagyon jó lesz, jó sokan majd be fognak félni. Hát ha gólt lövünk, hát akkor szerintem mindenki fog örülni, kivéve az ellenfél. Én nekem nagyon tetszett, és főleg, hogy én már jártam itt, és azóta nagyon sokat fejlődött ez a stadion. És én nagyon várom már, hogy mint nézőként is eljöjjek ide, és mindent megteszek azért, hogy játékosként is itt lehessek. Az első nyilvános stadion túrán az aréna akusztikáját is letesztelték a szurkolók. Nagy loki szurkolók vagyunk, aztán ők is nagy szokják az új környezetet. Főleg onnan feltől nagyon jó. Az akusztikája is nagyon szép, meg jó, minden jó. Elmutatom, hogy kei nyelvet, hogy ide jövünk. Kidérőlem ezt a széket. Mikor beállított ugye így a Dombit építőkezve az alkoholőrmesteren, szóval így erre a társaságra nem számítottunk. Még el sem készült a stadion, már is megvolt az első esküvő a létesítményben, ráadásul nem is akármilyen. Lokista szertartás szerint. Végig csak én vagyok a pap, nem? Megkérjük a papot, áldja meg ezt a frigyet! Amit az alpolgármester összehaszt, más helyen választhatja. A Loki Szurkolók Egyesületének szóvivője Pete Tamás és párja a zöld gyepszőnyegen mondta ki először az igent. Ismerem Tamást már lassan 2 éve, tudom, hogy mi a szenvedélye, tudom, mit szeret a legjobban, és arra gondoltam, hogy talán ezzel legkésőbbet szerezhetek, hogy egy kicsit azzal tesszük egyedivé a fotózást, hogy egy olyan helyszínre megyünk, ahol egyik az, hogy még senki nem volt rajtunk kívül, a másik pedig az, hogy azért szerintem a jövőben elég sok élmény fogja majd a stadionhoz kötni őt. Az ifjú pár ezen a napon nem csak egymásnak, a Lokinak is örökhűséget fogadott. Mondjuk Tamás valószínűleg már nem először. Én csak ő általa ismertem meg, de nagyon tetszik. Élvezem, büszke vagyok rá, amikor őt is ott látom, hogy a szurkolókkal együtt. És hát bízom benne, hogy majd a kislányunk is, meg a család többi tagja is ugyanúgy fog megszeretni. Elég impozáns. Tehát én azt mondom, hogy így is nagyon durva, amit lát az ember, de igazából szerintem nem is, szóval nem a stadionnak kell egy szépnek lenni, hanem ebben a hangulatnak kell olyannak lenni, mint egy futballstadionnak. És szerintem lehet is enne hangulatot csinálni. Set it on fire, 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 fire. Király Viktor a debreceni kézislányokat is megénekeltette, mikor terepszemlére érkezett a stadionavató ünnepség előtt. Ez egy új tapasztalat lesz, egy új élmény. Nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy megélhettem azt a pontot, hogy egy ekkora stadionban ennyi ember előtt felléphessek. Amikor lesz alkalmunk, és nekünk sincs meccsünk, akkor biztos ki fogunk jönni. Ha nem is az első itthoni ebbe a csarnokban játszott mérkőzésre, de amint tudunk, kijövünk és meg fogjuk nézni, hogy tényleg milyen ennek a stadionnak a hangulata. Aztán az is kiderült, hogy az építkezésnek volt egy önkéntes művezetője. Minden nap elrejük, ha semmi dolgom, mi csak akkor is olyan vagyok, mint valami művezető. Mindig megnéztem, hogy milyen állapotban és hogy épül-szépül. Hát nagyon jó, hát nem tudok már tényleg, elmondtak már minden szót, ami erre a stadionra jellemző, tényleg én azt mondom, hogy képes lapra való. A legtömörebb és legfrappánsabb véleményt a magyar válogatott legendája Eszterházy Márton fogalmazta meg. Teljesen nagyon el vagyok rájóval. A megnyitó ünnepség sztárfellépői Radics Gigi és Heinz Gábor Biga a gyepszőnyeget is letesztelték, ráadásul labdával. Nagyon-nagyon örülök neki, tényleg, hogy egy ilyen stadion épülhetett, és én egyébként is szeretek focizni, de nem tudok. Igen, és most egy kicsit kiélhettük magunkat a Bigával, meg a többiekkel, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy most az ide épült, és már alig várom a fellépést.
Persze azért profik is segítkeztek a kapura lövés gyakorlásánál. Sándor Tamás, Kerekes Zsombi, Bernát Csaba és a civilben focista, egyébként rockénekes Koroknai Árpi. Jó érzés, szerintem nekem a pulzusom felment ilyen 140-150-re, mint néha edzésen. Csodálatos érzés, tehát azt mondom, hogy itt lenni, csak töltenék kis időt beszélgetni, már csodálatos, és megmondom őszintén, hogy egyfajta büszkeséget érzek, mert kicsit úgy érzem, hogy az enyém is, mindenki, a városé, és alig várom az első fellépést, hogy itt, ha csak barátságos meccs, vagy majár is, teljesen minden, de itt lenni, focizni, csodálatos élmény lesz. Tényleg egy fantasztikus és felemelő érzés lehet itt játszani, és kívánom a srácoknak, hogy minél több meccset éljenek meg telt ház előtt. Tényleg fantasztikus. Igazán sokáig nekem hihetetlen volt, hogy ez egyszer megvalósul és elkészül, de itt a bizonyítéka, hogy egy pazar létesítményben fog a későbbekben minél jobban játszani a Loki. Megérdemelte már ez a város ezt a stadiont. Hát sajnálom, hogy nem játszottam egy ilyen hazai környezetben. De hát jönnek majd a fiatalok, a fiam is a Lokiba próbál teljesíteni, hát reméljük, hogy egyszerű is pályára fog lépni ebbe a stadionba, ha már én nem léphettem.